17 tagállam, több mint 5000 katona, ebből 250 magyar vesz részt a NATO egyik idei legnagyobb hadgyakorlatán Németországban. A gyakorlaton résztvevő 250 fős magyar állományban különleges műveleti katonák és előretolt légirányítók mellett a Magyar Honvédség 25. Lapka György lövészdandártól egy lövészzászlóval utazik ki. A gyakorlat célja a különböző nemzetek katonáinak egységes erővé kovácsolása. Katonáink a németországi Hohenfelsbe indulnak, ahol az amerikai hadseregnek van egy kiképző bázisa. Ott fognak részt venni a Sabre Junction 2015 nevű gyakorlaton. A gyakorlat mintegy egy hónapos időtartamban kerül levezetésre, ennek során különböző szintű és jellegű feladatokat fognak végrehajtani. Hát alapvetően támadó és védő jellegű feladatok is végrehajtásra kerülnek, úgyhogy egy elég komplex szenárió mentén fog a gyakorlat levezetésre kerülni. Mintegy 130 fő fog kiutazni a gyakorlatratatáról. Alapvetően az első lövészzászló, az első százanának kijelölt erői fognak kiutazni, illetve az ő támogatásukra a logisztikai és egészségügyi ellenséggel fognak még a gyakorlaton részt venni. Alapvetően lövésztechnikával utazunk, ami BTR 80, illetve 80 AMS technikát jelent, pluszban még hozzájönnek a logisztikai elemek, amik alapvetően tehergépjárműveket jelentenek, ez rába H14-es, H18-as, illetve ami ezeknek a technikáknak a kiszolgálásához kell, ezek műszaki gépjárművek. Elég összetett itt a feladatrendszer, igazából a legalapabb vetőktől, tehát az összekovácsolástól a rajköteléken át a százalig harci feladatokat fogunk alapvetően végrehajtani, ami igazából a gyakorlat végén egy ilyen komplex gyakorlat végrehajtását teszi majd végre. Több nemzet lesz, románoktól elkezdve igazából amerikain át németek is lesznek velünk, szóval elég összetett lesz ez a gyakorlat, úgyhogy rendkívül sok nemzet lesz. Pontosabban még nem tudom, hogy hányan, de rendkívül sokan leszünk. A kint lévő alakulatoknak a nagy része ugye nyugati technikával dolgozik, tehát milyen szempontból kicsit kilógunk a sorból, ha lehet azt mondani, de nagyon várnak minket, illetve várják ezt a technikát, hisz tudják a képességeit nagyon pontosan, hogy ezek a technikák mivel rendelkeznek, úgyhogy számítanak ránk, és nem kis feladatrendszerben.